Sziasztok! A kis csibéd nem tud lábra állni, mert gyengék az izmai? Akkor itt a megoldás, mindenképp látnod kell ezt a videót. Nagyon könnyű elkészíteni ezt a kis láberősítéket, csak egy vastag cérna, szigetelőszallag és egy olló kell. El is készült ez a kis találmány, mielőtt bárki is megkérdezné, hogy honnan tudjuk meg a hosszát. Itt van a szigetelőszallag, és még hozzáadunk két kis lyukrészt. Erről is egy kicsit, és arról is. És akkor tudjuk, hogy jó lesz. Most jön az a rész, amikor idehozzuk a kis csibét, és rátesszük a lábára. Itt van az egyik gyenge kis csibe, neki fogjuk rárakni a lábára, és megnézzük, hogy 24 óra alatt mennyire fog helyrejönni. Nagyon nehezen tud szaladni, meg is nézzük, de hamarosan ez változni fog. Re is tettük a lábára, így néz ki, amikor rajta van. Le is tesszük az asztalra. Még mindig majdnem úgy fog járni, ahogy járt. De most nem húzza úgy szét a lábait. 24 óra múlva le lehet venni, és akkor meg is nézzük a végeredményt. Le is telt a 24 óra, lássuk is, hogy javult-e a lába. Amint látszik, most már sokkal jobban tud járni. Le is szedjük, meg is nézzük úgy is. Le is szedtük, lefele sokkal könnyebben jött le, mert nem akadályoznak a lábujjak, nem tudnak visszatűrődni, emiatt annyira nem kell ügyelni rájuk. Most el is engedjük, kicsit meg is lökjük, nézzük meg, hogy mennyire tud járni. Itt ezt egy másik csibére fogom majd feltenni. Gyere ide! Gyere! Gyere!
Amint lássátok, most már rendesen tud járni. Egy picit szokatlan, hogy levettük itt ezt. De hát az nem nagy gond, mert 5-10 perc alatt meg is szokja. Ennyi is volt ez a videó, ha tetszett, akkor ne felejts el lájkolni, és ne felejts el feliratkozni, mert hamarosan sorsolás. Sziasztok!